Így köszöntötték a budapesti bajnokságot megnyerő, így az NB3-ba feljutott óbudai ASR gázgyár csapatát a gázgyári pályán. Még római kori hagyományőrzők is tisztelettek a csapat előtt. Az aranyérmeket Bus Balázs, Óbuda Békás megye polgármestere, és Bodoki József, az MNS Budapesti igazgatóságának versenybizottsági elnöke adta át a csapat tagjainak. A bajnoki kupát is átnyújtották a csapatnak. Juhos Attila volt FIFA bíró, az MNS Budapesti igazgatóságának játékvezetői bizottságának elnöke osztotta ki a legjobb utánpótláskorú és a második csapat évjátékosainak járó díjait. A csapat utolsó bajnoki mérkőzésén Bus Balázs polgármester végezte el a kezdőrúgást. Az együttes végül kiütéssel 8-0-ra győzte le a Vojásse csapatát. Gratulálunk a BLS-t megnyerő és az NB3-ba feljutott ASR gázgyár csapatának. Magasabb szinten is sok sikert kívánunk a csapatnak.